Halász Judit közel 30 éve énekli magyar költők verseit a magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Csiribiri című előadása csokorba foglalja egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait. Ezt a produkciót hozta magával Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központ színpadára pünkösd vasárnap. A négy tagú élőzenekarral kifejezetten a szekszárdiaknak szánt műsorral is készültek. Olyan dalokkal, amelyek esetleg a felnőtteket, a szülőket is ugyanúgy vonzzák, mint a gyerekeket, tehát régi és új dalokkal egyaránt. Van, amit kihagyok, amit már sokszor énekeltem, tudom, hogy a szülők szeretik, de a gyerekek lehet, hogy nem annyira, mert inkább a szülőkhöz szól, mint a gyerekekhez. De beletettünk egy verset, ami kifejezetten Szekszárdnak szól, vagy szólana, mert Babits Mihály írta, és senki nem tudja, hogy az egy Babits vers, és az a cím, hogy Cigánydal. Nagyon szép vers. De hát a Babitsról elnevezett művelődési házban vagyunk, és Babits itt született. Hát ezt szeretjük is, ezt a dalt, úgyhogy beletettük a Cigánydalt is. De nagyon sok olyan dalt, ami a gyerekeket szólítja meg, mert én nagyon szeretem, hogyha a gyerekek is részt vesznek abban, amit én csinálok, illetve hát azokban az esetleges történetekben, hogy gondolat, egy pici történet, a történet jóformán semmi, a gondolatok, azokat a versek adják elsősorban, és úgy igyekeztem összeállítani, hogy a felnőttek is és a gyerekek is egyformán jól érezzék magukat. Halász Judit már sikeres színésznő volt, mikor énekelni kezdett. Én azt szeretem, azt vettem észre, hogy az a kor, amiben élünk, az egyre kevésbé, költői, szóval a költészet az egyre kevésbé fontos. És hát ez azóta se változott sajnos, mert hogyha visszagondolok arra, hogy a 19. században mit jelentettek a magyar költők versei, hogy mit jelentett Vörös Marti, Petőfi, Arany, akkor csak azt tudom mondani, hogy a mai költészet nincsen olyan hatással a világunkra, mint amekkora hatással a 19. század költői voltak. És én azért úgy gondoltam, hogy azokat a verseket, amelyeket én értékesnek találok, azokat a költőket, akiket szeretek, azokat én nagyon szívesen megismertetném a gyerekekkel dalformájában, és azért dalformájában, mert a dalokat a gyerekek könnyebben tanulják, jobban szeretik hallgatni, és a verset is sokkal könnyebben megtanulják ritmussal és dallammal. Figyeljetek, gyerekek! Banda! Banda! Babanda! Banda! Bandada! Az előadó művész már gyermekkortól fontosnak tartja a szövegekkel és a zenével való ismerkedést. Olyan gondolatokat ismerhetnek meg, amelyek maguktól talán nem ébrednének fel bennük. Amelyek lehet, hogy léteznek valahol a tudat alatt és a lelkükben, de nem ébrednének fel. Azon kívül a magyar költészet az a világ egyik legjobb költészete, és nagyon sajnálom, hogy csak néhány millióan beszéljük ezt a nyelvet, és nem is lehet úgy lefordítani, mert nincsenek olyan költők, mint Babits Mihály, teszem azt, vagy Ady Endre, vagy József Attila, akik ezt ugyanúgy tudnák lefordítani arra a nyelvre, amit a világ összes országában képesek lennének hallgatni. És nagyon-nagyon örülök neki, hogyha megtanulnak, hogy Vörös Sándor, aki fantasztikus nyelven beszélt, és rengeteg hatalmas szókincsel, hogyha ezekből a gyerekek megtanulnának szavakat, olyan beszédmódot, amelyet a költészet alkalmaz, de nagyon könnyen alkalmazhatóak a hétköznapi beszédben is. És én azt gondolom, hogy a zene, ha a zenét veszem alapul, nem csak a könnyű zene, hanem a
a klasszikus zene is, ami olyan fantasztikus érzelmeket képes felébreszteni az emberekben, a szomorúságtól, a tragédiától, a hihetetlen boldogságig, amit érdemes az embernek néha-néha bevetnie, hogyha rossz vagy jó kedve van, vagy ha azt akarja, hogy ilyen vagy olyan legyen, és rengeteget segítenek az életben. Ugyanakkor nincs könnyű dolga a színpadon annak, aki előadásával ezt a közönséget szeretné szórakoztatni. A gyerek az nem a legjobb közönség, és nem a leghálásabb közönség. A gyerek az még csak azt sem mondhatnám, hogy őszinte, mert ezt a szót nem használnám a gyerekek viselkedéséhez, hanem ők egyszerűen úgy viselkednek, ami természetes, egy természetes viselkedéssel ülnek be a nézőtérre, ami azt jelenti, hogy ha unatkoznak, akkor unatkoznak. Ha élvezik, akkor élvezik, ha érdekli őket a kérdés, vagy érdekli őket a zene, akkor odafigyelnek, ha meg nem, akkor meg unják. És ebből az előadónak tanulnia kell. Sose a közönség a hibás. Nagyon sokat mondják előadók, hogy hű, de rossz közönség volt. Nem, akkor az előadásra van valami baj, és azon kell valamit változtatni. Tény, hogy magam is megértem sok olyan előadást, ha nem is koncerten, talán koncerten is valaha, de főleg színházban, amire mindig azt mondtuk, hogy hű, de rossz közönség volt, de ott valami történt az előadással, amit mi nem vettünk észre, ami miatt a közönség nem figyelt úgy, ahogy mi szerettünk volna. Tehát hatást elérni, hatást gyakorolni, az előadó kötelessége, az az előadó dolga, az az előadó művészete. Ha nem sikerül ezt a hatást elérni, akkor vagy magával az előadóval van baj, vagy pedig a szerkezettel, az előadás szerkezetével, hogy nem tud olyan szerkezetet kialakítani, ami lekötné az emberek érdeklődését. Elsősorban az érdeklődést kell megfogni, és utána a figyelmet az érdeklődésre fel lehet kelteni, ha jó az előadó, ha van hozzá képessége. Tehát ez képességes munka, ha munkának lehet nevezni, művészet. Előfelül, sötét felül, kiszaladt a felül.